Ahogy bekerültek a cellába, egyből brigádot alapítottak az LMP-sek. Így emlékszik vissza blog bejegyzésében Vágó Gábor a rácsok mögött töltött órákra. A képviselő írásából az is kiderül, indulót költöttek és elénekelték a börtön ablakábant is. Közben kiderült, fejenként 100 000 forintos szabálysértési bírságot szabtak ki a Közgép ZRT telephelyén tüntető LMP-sekre. A képviselők és az aktivisták fellebbeznek a döntés ellen, végső esetben pedig készek közmunkában ledolgozni az összeget. Vágó Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Szép estét kívánok! Te szépen lebarnult 4 órát a napon, ahogy elnézem. LMP-sek nem mennek tengerpartra nyaralni, ülnek 4 órát a közgép előtt, napolaj van, kész, nyári szín megvan. De hát azért annyira nem volt vicces a bent töltött időszak. Nem. Ahogy olvastam a blog bejegyzését, azért feltalálták magukat. Hát két lehetőség volt, vagy busongunk azon, és panaszkodunk, hogy 50 fok van, nincsen oxigén, és egy 9 négyzetméteres cellában vagyunk hatan, és ezt a 9 órát ezt rossz kedven töltjük el, vagy pedig föltaláljuk magunkat, és próbáljuk jól érezni magunkat. Elénekelné nekem a börtön ablakába, sose nem süt be a nap? Hát most azért nem tenném, meg nem szeretném ennek a horrornak kitenni a tévénézőket, de csak annyit, hogy nem azt énekeltük, soha nem süt be a nap, hanem soha nem fúj be a szél, mert tényleg nem volt oxigén a cellában. Aztán gombfocisztak, vagy nem tudom, és kupakokkal, meg ilyenekkel szomulatták az időt, de mi tartott 9 órába? A papírmunka. Tehát az látszódik, hogy én eddig csak azt tapasztaltam, hogy a gazdasági szervezeteknél, a cégeknél hatalmas az adminisztráció, és ez nyomja el, ez lassítja az egész gazdaságnak a pörgetését. De most már látom, hogy a rendőrség kapcsán is folyamatosan újabb és újabb papírmunka az, ami az érdemi nyomozati tevékenységtől elveszi az időt. De ezt maguk ott az illetékesek is elismerték, hogy ők legszívesebben kin lennének a terepen, nem ennyi papírmunkával bajlódnának. És Dorosz Dávidot miért szúrták le, hogy milyen szakmaiságot képvisel a rendészeti bizottságban? Ez mi volt? Hát csak egy fél mondat volt ebből a szempontból. Tehát pont, hogy az ilyen szakmai körülmények javítása érdekében talán többet tehetnének. Hát igen, utána volt egy jó egy óra, amikor a Dávid bemutatta, elmondta nekünk is a 2 éves tapasztalatait, hogy milyen, hogy néz ki a rendőrség, meg az egész büntetés végrehajtás, milyen helyzetben van Magyarországon, és hát elég síralmas. És ezt ott mesélte a zárkában. Hát ez végül is ilyen. Hát a végeredmény aztán 2 millió forint körüli büntetés lett, tehát elég magas, fejénként 100 000 forint azért, mert ültek. Hát azért panaszt tettünk, tehát hogy az azért nem normális szerintem, hogy valaki 100 milliárdokat közpénzből magás zsebbe csorgat, majd utána mások valóban polgári engedetlenség eszközével élve fölhívják erre a figyelmet, és aki milliárdokat csenel, hogy finoman fogalmazzak, az ül, mint Marci Hevesen, aki pedig erre fölhívja a figyelmet, az beviszik a rendőrségre, börtönbe, és utána még pengetheti a pénzt. De ez csak az egyik szabálysértés, mert 2 szabálysértéssel vádolnak. Ez most minket. Miért kapták a 100 000-et? Ezt azért, mert nem álltunk föl akkor, amikor a rendőr azt mondta, hogy álljunk föl. Tehát a hatósági engedetlenség? Hát, hogy akadályoztatása. Igen. Igen, és még azzal kapcsolatban, hogy ott a közgép területére bementünk, még nem is volt legjobb tudomásom szerint. Viszont tegnap itt volt Schiffer András, és itt mutatta, hogy milyen példaértékűen gyorsan működik a közigazgatás, tehát hogy itt 1-2 óra a leforgás alatt a rendőrkapitányságra kézbesítették önöknek a jegyző határozatát a birtokvédelemmel kapcsolatban, tehát azért itt elég nagy erők megmozdultak, és gyorsan dolgoztak. Hát úgy tűnik, hogyha a közgép védelméről van szó, akkor Selmeti Gabriella is azonnal tud reagálni, és úgy tűnik, hogyha a közgép védelméről van szó, akkor a magyar hatósági rendszer is elég gyorsan tud reagálni. Csak összehasonlítva, december 23-án volt hasonló élményem, ott összesen 3 órát töltöttünk benn, és eléggé flottul mentek a dolgok. Itt meg azért jó 9 órát töltöttünk benn, és eléggé darabosan mentek a dolgok, tehát megnézhetjük, hogy mi a fontosabb, az országház vagy a közgépvédelme. Most úgy tűnik, hogy jelenleg a közgépé az fontosabb sokak számára. Legalábbis pénzből biztos, hogy többet ér. A 100 000 már erről szól, és akkor a másik az meg miatt, hogy a forgalmat akadályozták, vagy... Nem tudom, képtelenebb vádak hangoztak el, volt ilyen, hogy magánlaksértés, de hát a korrupció szellemén kívül nem lakik senki ott a telepen, meg egyéb
tényleg eléggé buta dolgok is elhangoztak, hogy munkavédelmi törvényeket... Közérdekű üzem zavarása, igen, ugye az hasonló. Volt még, ami kiderült, hogy mitől közérde, azt nem tudjuk. Hát igen, mert nem tudott behajtani egy kamion, tehát ott hát a közlekedést is nem akart. Tehát, hogy nagyon vicces szituációk voltak ott. Tehát ilyen... a kamion direkt állt ott keresztbe? Hát ott ültek önök? Hát önökön keresztül tudott volna. Nem, volt ott hely, jól elfért volna. Ja. Na és akkor volt ennek ma folytatása a parlamentben is. Rogán Antal furcsa mód válaszolt egy olyan például, amire épp nem kellett volna, hogy nem lett volna okvetlenül lehetősége válaszolni. És hát ilyen, nekünk most nincsen 18-as karikánk, úgyhogy inkább körbeírom, hogy mit mondott Rogán Antal, bár a parlamenti közvetítésen sincs 18-as karika. Szóval, hogy önök valami beteges vonzalmat éreznek a lánc, meg az egyenruha irányába, és hát ilyen felnőtteknek forgatott, felnőttek által szerepeltetett filmekbe kellene, hogy szerepeljenek. Hát úgy tűnik, a beteges vonzalmat valószínűleg Rogán Antal és Fidesz érzi Simicska Lajos és a közgép iránt, hiszen minden áron meg akarják védeni. Nekünk ezek a figyelemfelhívó akcióink, ezek csak arra szolgálnak, tudva azt, hogy ez polgári engedetlenség, és pont ezzel fölhívni a figyelmet arra, hogy nem normális, ami megy ebben az országban. Tehát, hogy azért kell nekünk abnormális eszközökhöz nyúlnunk, mert teljesen abnormális folyamatok zajlanak, és ezekre csak így tudjuk fölhívni a figyelmet. Hiszen bármennyire vaskosan oligarcházunk, vagy hívjuk föl folyamatosan újabb és újabb cikkekben, felszólalásokban a figyelmet arra, hogy itt az a state capture fogalom, ami magyarul azt jelenti, hogy a gazdasági szereplők átvették az állam irányítását, teljes mértékben lejátszódott már. És hiába hívjuk fel erre a figyelmet a meglévő parlamentáris eszközökkel, nem sikerül ezt még átbillenteni a közvéleményen. Hiszen korrupció az eddig is volt. Csak most az a nagy különbség, hogy egy kézben fut össze ez az egész, és eddig mindenki tette el magának, és rakott bele a pártkasszába. Most meg minden megy a birodalomba, és aki ott van a végén, az kaphat esetleg valamit. És ez olyan mértékű problémákat vet föl, hogy kinek is a megbízásából irányítja ezt az országot az aktuális parlamenti többség. Az állampolgárok érdekében, vagy a gazdasági szereplők érdekében? Itt tegnap Schiffer András mondta pont azt a gondolatmenetet, ami az egész ügynek talán igazából a lényegét adja. Persze a pártfinanszírozás és ezek a kérdések is nagyon fontosak, és nagyon jó lenne itt is tisztán látni, de hogyha igaz mindaz, amit feltételeznek, és amiről már számtalan összefoglalót és újságcikket olvashatunk, akkor ebben az országban nagyon-nagyon sok vállalkozásnak rosszul kellett járnia azáltal, hogy egy cég, birodalom, konzorciumban egyedül nyerhet csak meg különböző állami beruházásokat. Na, hol vannak a rosszul jártak? Ők miért nem hangosak? Vagy önökhöz eljutnak? Az adatok eljutnak. De ne, úgymond károsultak. Akik azt mondják, hogy kérem, előlem elvitt minden munkát a közgép. Tegnap a cellában szintén kitaláltuk a sötét közgépkor kifejezést, amely pont azt akarja, hogy van a birodalomnak a központja, ő az, aki egyáltalán munkához jut. Vannak vállalkozások, akik be tudnak csatlakozni a láncba, de úgy, hogy a fővállalkozó az a közgép, és a nagyobb pénzt azt ők elviszik, örülnek a lánc végén lévők, ha egyáltalán kifizetik őket. Mert a körbetartozás, főleg az államtól és a közgéptől indulva, kiváltképpen az építőiparban az eléggé nagy probléma. De hogy ezek a vállalkozások, ezek tudja, hol vannak? Ott vannak a csődbe ment vállalkozásoknak a listáján. Magyarország Európában listavezető lett a csődbe ment vállalkozások számában. És ezek a vállalkozások ugyanott vannak, hogy látni az építőipari adatokat. És ezek az adatok folyamatos visszaesés mutatnak. Tehát, hogy például van egy ilyen a cement felhasználás az építőiparban, ez egy ilyen mutató szám. Nem tudom, meg a bányák sem nagyon jó haszonnal dolgoznak mostanában, ezt is olvashattuk tehát, már. Hogy tehát, hogy mi nem azért... Arra az iparágra is rájár a rúd.
Hát mi nem azért hívjuk fel erre a figyelmet, mert valakinek kijárói lennénk, hanem egyszerűen a magyar gazdaság érdekében. Hiszen az építőipar tudna foglalkoztatni sok ezer embert, ezért is mondjuk azt, hogy az építőiparnak például egy hatalmas lélegzetvételi lehetőség volna az, hogy az épületenergetikai beruházásokat fölpörgetni a kormányzat. Erre nagyon könnyen lehetne EU-s forrásokat is találni, de mégsem történnek meg ezek, mert lehet, hogy ott a közgépnek nincsen éppen érdekeltsége. Hát ezt nem tudom, minden esetre szívesen hallanék már olyan történeteket, amikor vállalkozók mondják el, hogy bizony ők tényleg nem kaptak meg ilyen vagy olyan munkát, mert attól válna igazán hitelessé, hogyha az érintettek. Itt vannak ezek a vészesek, én nem ismerem őket, csak a hírekből. Hívja meg őket, és talán ők el tudják ezt mondani. Na mindenkit, aki csak, és Simics Kalajost is hívjuk természetesen. Komolyan, tehát nem mosolyogom, tényleg hívtuk, úgyhogy majd ha eljön, akkor tőle is megkérdezek mindent. Köszönöm szépen. Én köszönöm.